Köszöntöm a Paletta magazin valamennyi nézőjét. Négy témával jelentkezik ma esti kulturális magazin műsorunk. Nézzük ezeket. Elsőként zenétől volt hangos Székesfehérvár, ismét énekkari találkozót szerveztek városunkban. Hamarosan a város ad otthont a Művészeti Egyetemek országos találkozójának, aztán lengyel irodalmi program volt nemrégiben, végül pedig, de nem utolsó sorban, szétbombázva dráma Derzsi János rendezésében. Ne menjenek sehova, már is kezdünk! Hagyomány született a városban, hiszen immár második alkalommal szervezik meg a Metet a Vörösmarty Színházban, stúdiónkban pedig a főszervezők Láposi Réka és Nagy Attila József. Sziasztok, és köszönöm, hogy itt vagytok velünk. Szia. Hát április 12 és 14 az ismét a művészetekről fog szólni itt Székesfehérváron. Milyen programokkal készültök, mi az, amit ebből mondjuk a nyilvánosság is majd megtapasztalhat, hiszen lesz egy számos bemutató előadás, amin részt vehet a nagy közönség is? Gyakorlatilag mindenben részt vehet a nagy közönség is. Regisztrálni kell csak a Vörösmarty Színház jegyirodáján, jegyekért, amik ugye ingyenes jegyek, de lesznek színházi előadások, kiállítások, drámás foglalkozások, drámajátékos foglalkozások, lesz báb felnőtteknek, lesz egy csomó-csomó mozgással kapcsolatos dolog, mint breaktánc, akrobatika, joga improvizáció, butó technikai workshop, mozgástréning, szóval sorolhatnám nagyon-nagyon sok minden, és egy csomó workshop, koncert, nem is tudom, teljesség igénye nélkül körülbelül. Mely egyetemek lesznek majd itt? Hát a tavalyiak közül ugye elméletileg gyakorlatilag mindegyik, és lesz két új egyetemünk is, a Metropolitan Egyetem és a Kaposvári Egyetem, Ripple-Rónai szakos művészeti karának a színészei lesznek. Tehát ugye a hat tavalyi alapegyetem, a színművészeti egyetem, a táncművészeti egyetem, MOME, képző, Pécsi Tudományegyetem művészeti kara. Tehát, hogy 8 egyetemmel bírjuk most ezt így. Akkor egy igaz ilyen kis összművészeti fesztivál lesz tulajdonképpen. Igen. Mi volt a tapasztalat? Milyen visszajelzések voltak, hiszen bizonyára az egyetemisták részéről, meg hát a közönség részéről is jöttek visszajelzések. Uh-huh. Mi az, ami eljutott hozzátok? Figyelj, az egyetemisták már eleve úgy mentek, nehéz szívvel mentek el Fehérvárról, és aztán küldözgették az e-maileket és a messenger üzeneteket, hogy mennyire jól érezték magukat, és hogy nagyon várják már a 2019-es Metet. És ott megfogalmazták, hogy miért volt jó, egy-két esetben, hogy mit lehetne picit másképp csinálni, ebből szerintem mi is tanultunk, hogy azok a programok, amik hát nem voltak annyira népszerűek tavaly, azokat most nyilván likvidáltuk, helyette viszont felturbóztunk olyanokat, amikre nagyobb lett volna az igény, de nem tudtuk kiszolgálni olyan mértékben, amennyire. Úgyhogy ezeket így közös erővel most szerintem egy még lendületesebb, még jobb három napnak nézünk elébe, azt hiszem. És hát nagyon nagy kedvel jönnek. Tehát az, hogy most sokkal, de sokkal több diák jön, nem unszolásra, hanem rögtön jelentkeztek, hogy mi jönnénk még 30-an, mi jönnénk még 40-en, úristen. Mert hogy a tavaly jól sikerült, és ugye a szóbeszéd útján így elterjedt az a hír, hogy érdemes lejönni Fehérvárra, és egyébként a tavalyi méltatásokban olvashattunk arról is, hogy Fehérvár milyen remek város, tehát amellett, hogy ez egy jól sikerült egyetemi vagy művészeti fesztivál volt, amellett felfedezték maguknak azt, hogy érdemes Fehérvárra látogatni csak úgy, mint magánember. Gyönyörű a főutcája, a fagylaltozó, én nem tudom, szóval, hogy így megismerték egy kicsit Fehérvárat is. Mi ugye többször kilátogattunk a kollégákkal, uh-huh. palettastábbal is, és egyáltalán mindig azt tapasztaltuk, hogy igencsak jól belakták a Vörösmarty Színház és környékét az egyetemisták. Ti hogy láttátok ezt, hogy mi volt a tapasztalatotok? Hát a tavalyi ugye tanulói volt mindenki számára, az ő számukra is, és a mi számunkra is. Viszont ez olyan gördülékenyen ment, tehát hogy azért volt ott egy-két olyan kiállítást, aki végigkalauzolta az embereket, aki, tehát hogy így néztünk nagy szemekkel, hogy hát hogyha ez így lesz, akkor ez így nagyon jó. De amúgy tényleg nyitottak voltak mindenre, függetlenül attól, hogy
nekik is meg kellett ismerniük a közeget, meg minket. Viszont ezáltal olyan szinten vannak most beindulva a hétvégével kapcsolatban, hogy mindenki nagyon várja már. Meg egymást. Tehát például, bocsánat, hogy félbeszakítalak, volt egy olyan ötlet a színművészeti egyetem drámainstruktor hallgatóitól, hogy csinálnának egy ismerkedős workshopot. Na ez az egy program az, amire fehérváriakat nem várunk, mert ez a MET résztvevőknek szól, hogy ismerjék meg egymást még rögtön az esti buli előtt, hogy kivel érdemes beszélgetni, kivel nem. Szóval, és az annyira népszerű, hogy most már így nem is tudom, hogy kéne kerüljön be abba a 20 főbe, aki, vagy nem tudom, most már felmerült az is, hogy esetleg megduplázzuk, hogy minél többen tudjanak ilyeneken részt venni. Szóval szerintem elég jól belakták, meg nagyon kíváncsiak lettek most már egymásra is a diákok. És ugye ez volt az alapkoncepció, hogy hozzuk össze ezeket az emberkéket, akik különböző területen foglalkoznak tulajdonképpen ugyanazzal. És ezek a művészetek nagyon jól ki tudják egymást egészíteni, csak hát kellenek az impulzusok nekik is. Úgyhogy igen, izgatottan várjuk mi is. Összességében hány résztvevő lesz már, hogy az egyetemisták részéről? Hát, aki valamilyen fajta produkcióban részt vesz, workshop, színházi előadás, drámaóra, táncóra, mozgásség, nem tudom, az úgy 210, és akkor ehhez még jönnek a koncerteken való résztvevők, ők, hát ez egy vegyes történet, de én azt gondolom, hogy így mindennel együtt, és csak az a kör, aki jön ide, az kb. Olyan 250-280 környékén van, és akkor innentől kezdve jönnek az érdeklődők. A diáknapok közönsége például, akiknek nagyon jó terep lesz ez, remélhetőleg akár a pályaválasztási bőrze, akár koncertek, bármilyen program. Ez egy ilyen élő pályaválasztási körkép. Tulajdonképpen mondhatjuk azt. Milyen helyszínek lesznek, illetve ugye említettük ezt az április 12-én indul, de hány órakor mire érdemes figyelni, hogyha mondjuk valaki nem diák, de szeretne egy kicsit topzódni itt ebben a művészeti sereg szemlében? A pénteki nap, tehát a workshopok, ami ugye szembeötlő, még nem is kell belépni a színház épületébe ahhoz, hogy lássa az ember, hogy történik valami ott, az délután fog indulni, ugyanis délután 2 órakor lesz egy ilyen kiállítás megnyitva az emeleti galérián a nézőforgalmi részen a színházban, és ezt követően 3 órától indulnak el a workshopok, amivel aztán szombaton is gyakorlatilag egész nap és vasárnap délelőtt is találkozhatnak az érdeklődők. De egyébként a programok, azok már elindulnak péntek reggel 11 órakor. Ezt ugye a honlapon, illetve a Facebook eseményként lehet látni. Lesz is egy műsorfüzetünk, ami majd mindent egybe fog tartalmazni. Szerintem pillanatokon belül kijön a nyomdából, úgyhogy majd abban jobban nyomon lehet követni. De egész nap, tehát tulajdonképpen tényleg most a reggel 11-et említem, és szerintem a nap vége az az esti koncert vége, tehát maximum 22:30. Hol lesznek a koncertek? Egy új helyszínünk van, tavalyihoz képest. Csináltunk egy fesztivál utcát, a Magyar Királyszálló és a Színház közötti kis utcát. Ott lesznek a workshopok is, és ott lesz a színpad is, és ott lesznek a koncertek. Hát szeretnénk egy ilyen szabadtéri közösségi teret is, és akkor mindenféle szórakoztató plusz kicsi programokkal azért itt várjuk a közönséget, és reméljük, hogy az meg fog telni. Én sok sikert kívánok ehhez a rendezvényhez, köszönöm, hogy itt voltatok, és hát nem tudok mást mondani, mint a nézőknek pedig MET-re fel, április 12 és 14 között, tehát érdemes ellátogatni a színházra, a környékére, hiszen számos izgalmas programmal várják önöket a szervezők. A 11. alkalommal szervezték meg a Fehérvári Ének Nemzetközi Ifjúsági Énekkari Találkozót Székesfehérváron. A többnapos programot vasárnap az általános iskolás néptánc csoportok találkozója zárta. Az Alma Régi Alapfokú Művészeti Iskola Kókonya csoportja a vasárnapi szájjelő zöldák találkozón való fellépésre készül. Gyönyörű ruhákban, párokba rendeződve fotózzák az ifjú táncosokat a csónakázó tó partján. Szatmári táncokkal lépnek színpadra, amelyet évelejó óta gyakorolnak, már avat be egyik tagjuk, Bíborka. Nagyon szeretek énekelni is, meg táncolni is, és igazából a kiskorom óta csinálom, és nagyon szeretem. Miért? Mi az az érzés, vagy élmény? Mert kikapcsol, és örülök, hogy több tájegységnek a táncát is meg tudom tanulni.
Van esetleg kedvenc táncod, tájegységed, vagy valami olyan népdal, amire szeretsz a leginkább táncolni? Hát nincs igazából, mert mindegyiket szeretem, mindegyik nagyon szép. A néptáncnak és népzenének varázsa, csodálatos ereje van, ezt bizonyították a fellépő énekkarok és tánccsoportok, valamint az MKOS sportcsarnokot megtöltő nézők is. Neyfel Imre a program főszervezőjeként és több fellépő kórus karnagyaként is izgalmas, szép, de fárasztó napokon van túl. Ennek ellenére büszke arra, hogy sikerült megszervezni az idei középiskolásokat tömörítő énekkarok találkozóját, amire hazánkból és a határon túlról is érkeztek vendégkórusok. Színvonalas, tartalmas fesztivál hangversenyt hallhattunk. A templomi hangverseny kimondottan szép volt, és nagy érdeklődésre tartott számot, tele volt a templom. Az eső is megkímélt minket, mert pont akkor nem esett, amikor a szerenádok zajlottak a főutcán, Mátyás szobornál és a Hősök terén és az Országolmánál. Nagy csődület támadt, kórusok rendesen belakták a várost, és sokan megálltak érdeklődni, tapsolni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. És hát remélem, hogy itt ez a mai hangverseny is színes lesz, és életerős, hiszen a folklór, a népzene, néptánc és a népi ihletésű kórus darabok ezt biztosítani fogják. Miért fontos, hogy a szájjelő zöldág is mindig része legyen, lezáró eleme legyen a kórus találkozóknak évről évre? Hát ez szervesen kapcsolódik a tánc azokhoz a dallamokhoz, amelyeket legtöbbször táncoz énekeltek. Tehát a népdalainknak egy jelentős része az tánckísérő szerepben is működött, hogy így mondjam. És nagyon jól kiegészíti egymást ez a két műfaj, két stílus. Tehát a feldolgozások, de van, aki egyébként nem feldolgozás, hanem népdalokat archaikus, vagy akár autentikus kísérlettel énekel. Úgyhogy teljesen összefügg ez a dolog, és nagyon, mint mondtam, életerős, vidám és a magyar népzenére jellemző karaktereket, szép pillanatokat fognak szerezni a gyerekek ezekkel. Közel 300 kórustag érkezett a városba, hozzájuk csatlakoztak immár hagyományosan a szájjelő zöldág elnevezésű, az általános iskolás néptánccsoportoknak bemutatkozási lehetőséget adó folklórprogram résztvevői. A 11. fehérvári ének a díjak és emléklapok átadásával lezárult, 2 év múlva találkoznák ismét az ifjúsági énekkarok. 2020-ban sem maradunk azonban fesztivál nélkül, akkor gyermekkórusok számára szerveztek találkozót városunkban. Hagyomány már városunkban, hogy a magyar-lengyel barátság jegyében különböző kulturális programokra várják az érdeklődőket. Legutóbb lengyel irodalmi rendezvény várta a látogatókat. Ebben az esztendőben is megrendezte hagyományos lengyel irodalmi estjét a Vörös Marti Társaság. A találkozók esztendőről esztendőre bizonyítják, hogy nem csak a két nép jó barát, hanem az irodalmi élet képviselői is, emelte ki köszöntőjében Bobori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke. Nem akarok túlságosan nagy szavakat használni, de ez a nap is, meg a mi kapcsolatunk lengyel íróbarátainkkal, elsősorban Opole, Brzeg és Krakó környéki íróbarátainkkal, egy kicsit része tulajdonképpen az európai politikának. Tehát a magyar-lengyel barátság a mai világban Európa jövőjét tekintve egy rendkívül fontos dolog. Na most, hogy ehhez mi tiszta szívvel és tiszta szívből és lelkesedéssel hozzátehetünk a magunk módján, szerény módján egy keveset, akkor azt hiszem, hogy teljesítjük a kötelességünket, ami valóban egy
egy igazi szívből jövő szolgálat. Hát, és különösen örömes számomra, hogy ezt az irodalom segítségével és eszközeivel tudjuk megtenni. Még egyszer mondom, a magunk szerény módján, de hát azért mégiscsak hozzájárulunk ehhez a rendkívül fontos történelmi barátsághoz, ami meggyőződésem együtt a példamutató is itt Közép-Európában mindenképpen. És hát még egyszer mondom, hogy nem akarok túlzottan nagy szavakat használni, de azért mégiscsak beletartozik abba az európai politika történetbe, ami most folyik. A találkozón a székesfehérvári írók és költők mellett képviseltette magát a kortárs lengyel irodalom egyik kiemelkedő alakja, Konrád Szutarszky is. A neves író, aki sokatszor tisztelte meg Székesfehérvárt jelenlétével, úgy fogalmazott, kiemelten fontosnak tartja, hogy a művészet az irodalom eszközeivel tegyenek bizonyságot a magyar-lengyel barátság mellett. Nagyon örülök, hogy ide jöttem. Ugyan Kielcében, Lengyelországban Kielcében voltak a központi ünnepségek, minden évben, hol Magyarországon, hol Lengyelországban, most Lengyelországban. De itt Fehérváron is mindig ide jövök nagy örömmel, mert itt is nagy lengyel barátok vannak. És ez nagyon fontos, hogy ezeket a régi kötelékeket mi is ápoljuk. Nagyon jó példa arra, hogy itt van előttünk egy kötet, ami azt hiszem, hogy az életművel ismerve is nagyon fontos. Az egyik, amit itt találkoztam, a Kátényi kötet, az fehérvári Babarész Zoltánnék, de látom, az én könyvem is itt van, Lengyelország történelme magyar vonatkozásokkal. Ez első ízben jelent meg Magyarországon a múlt évben, és Lengyelországban ugyancsak még nem volt ilyen. Ansdrej Strasevszky, a Székesfehérvári Klub Polónia elnöke és a magyar-lengyel kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepet játszó emberként üdvözölte a résztvevő irodalmárokat. Tovább ápoljuk ez a magyar-lengyel barátságot. Most pár nap ezelőtt Opolében voltam, ott megünnepeltek ez a magyar-lengyel barátság napja. Meséltem erről, mit itt Vörösmarty Társaság ha tartozó költők megírták, megmutattam ez a Leporello, amit Kátényről szól, és csodálkoztak, mert gyakorlatban megmondták nekem, hogy mostanában egész világon nem lehet megtalálni olyan nem lengyel származású költők, aki régi eseményről, de fontos ez a tragédia, lengyel Golgotáról megírták volna ez a verseket. Az fantasztikus dolog, és tényleg utána gondoltam erről is, ez a lengyeleknek igaza volt. Csébi Géza író elengedhetetlennek tartja, hogy a felgyorsult világban az irodalmi élet szereplői is hitet tegyenek elkötelezettségük mellett. Nem először vagyok természetesen a Vörösmarty Társaság meghívottjaként Székesfehérváron. Általában lengyel kapcsolatok révén kerülök Székesfehérvárra, és ennek nagyon-nagyon örülök, ahogy ön említette, az irodalom az egy olyan része a kultúrának, egy olyan szintje a kultúrának, ahol valóban érdekes találkozások születhetnek. Ráadásul, ha olyan két nemzetről beszélünk, mint a magyar és a lengyel. Ha megpróbálnák összehasonlítani a két irodalmat, azt kell mondjam, hogy különböző az irodalom, még a különféle stílusok is másképp jelentkeznek a két országban, az avantgárd is másképp jelentkezik, de ettől függetlenül valami olyan belső indítatása van mind a két irodalomnak, annyira szívből, lélekből, szabadságszeretetből táplálkozik, hogy mind a két nemzet számára egyértelműen érthető. Az Esten a Vörösmarty Társaság tagjai felolvastást még egyszer. Az Esten a Vörösmarty Társaság tagjai felolvasást tartottak a Katini vérengzés áldozatainak emlékére készült Leporellóból.
A Pelikán teremben láthatja a nagy érdemű a Szétbombázva című drámát Terzsi János rendezésében. A szerepekben Kerkai Ritát, Kricsár Kamilt és Benkő Kovács Gergőt láthatják. A Pelikán teremben mutatják be Sarah Kane Szétbombázva című darabját. A realista történet egy rasszista, homofób újságíró drámája, aki halálos betegségével küzdve életének utolsó fejezetéhez egykori szeretőjét hívja társul, hogy aztán a tragédiát megsokszorozva megérkezzék hotelszobájukba a háború. Különböző történelmi helyzetekben hogyan alakulnak az emberi viszonyatok, kapcsolatok. Ezt felmutatja ezeknek a kapcsolatoknak, a történelemnek a kegyetlenségeit, a randaságait, a háborús beidegződött, és történelmi végtermék a maga az ilyen is, az újságíró. Egyetlen igazi emberi fejlődés története a kétnek van, a lánynak. Hármelyük viszonyán nagyon, nagyon látszik, hogy bármikor, bárhol előfordulhat. Ezt speciál a szerző a Dészáv háború alatt írta. De bárhol a világon felütheti a fejét, ugyanez a helyzet. És borzasztó, hogy ebbe az emberek hogy viselkednek, vagy hogy nem viselkednek. Te miért nem szoksz le a kivizésről? Le kéne szoknod. Beteg leszel. Már aligha. Amikor csak rád gondolok, mindig ott van a cigaretta és a gin. Nagyon helyes. Bűzlik tőle a ruhám. És a lehelletem. Képzeld már el, hogy milyen lehet a tüdő. Felesleges, már láttam. Mikor? Egy évvel ezelőtt megütöttek, amikor magamhoz tértem, a doki behozott egy bűzölgő rothadó húsdarabot az egyik tüdőbe. Kivette? Azóta a másik is ugyanolyan. Jána a megfáradt hírlapíró szerepében Kricsár Kamilt köszönhetjük, aki hiteles művészi eszközökkel kalauzol el bennünket az elkövető és az áldozat fájdalmának szemszögét is megmutató alakításában. Amit én játszom szerepet, azt így meg tudnám mutatni, tudnék mutatni sajnos többet is tévébe, de ma Magyarországon, tehát nem olyan nagy kunst ez. És azt mondja, ugye, ami a szörnyűség, hogy azt mondja az író, hogy ebből a hétköznapi rasszizmusból, amit én játszom, ez az ilyen nevű figura, annak az a vége, ami a katona. Tehát, hogy ebből lesz az. Tehát ez nem úgy van, hogy az jön a semmiből, jön a pokolból. Nem, ezt mit csináljuk magunknak. És ugye azt talán kiderült nektek, most így nem akarom lelőni, hogy mit gondoltunk, hogy ez hol játszódik. Tehát, hogy ez mint akár egy, nem tudom, egy David Lynch film, amikor egyszer csak, hogy most mi van, és akkor a sikátorban meg röhög a sátán. Ki? Sosem lesz vége. Képi, te vagy itt? A városban mindenki sír. Érincs meg! Elfoglalták a katonát. Győzte? A legtöbb ember feladta. Nem sírtak egyáltalán. Aztán nem bírják abba hagyni. Láttad Betyút? Nem. Megmondod neki? Nincs itt. Mondd meg neki. Mondd meg neki. Nem. Mondd meg neki. Nem. Nem tudom, mit mondj neki. Fázas. Mondd meg neki, hogy... Két, azaz Kerkai Rita az ötletgazda, aki a színház felkérésére választotta ezt a rendhagyó darabot, ezúttal is csoda pillanatokkal ajándékozza meg a mélységekre vágyakozó és azt értő színházbarátokat. Az első dolog, ami ebbe a darabba megfogott, az a kis pici mini dialógus, hogy szerettelek, mi változott meg, te. És hogy ennyire bravúrosan és nagyon-nagyon röviden négy szóval össze lehet foglalni azt, hogy egy kapcsolat, hogy mi megy tönkre, és hogy az ember milyen változékony. Nekem ez volt, ami miatt beleszerettem, még egyetemista koromban. Az osztályfőnököm foglalkozott Szerekénnel még régebben, és akkor mi is dolgoztunk Szerekén darabokon, és hát én úgy éreztem, hogy az egyetemen nagyon-nagyon jót tett az, hogy az ember megtanulta, hogy lehet ilyen mini mondatokkal, meg ilyen egy-egy szavas mondatokkal nagyon-nagyon pontosan kell és érzelemmentesen fogalmazni. Az élet-halál helyzetek brutalitásával, a történetbe a háború kérlelhetetlen köznapi valóságával berobbanó katona, Benkő Kovács Gergő a maga kőarcú szemtelen módján mutatja meg, hogy a harcokban csak szenvedés van, győztes nem létezik. Ez egy olyan karakter, aki egy mikrovilágot bombáz szét, gyakorlatilag egy
egy ember életét, aki úgy érzi, hogy másokkal, vagyis egy lányjal sok mindent megtehet, és rajta éli ki mindenfajta perverzióját, és én vagyok az, aki ezt szétbombázza, bejön, és gyakorlatilag én is kiélem rajta azokat a vágyakat, amiket ő máson élt át. Sarah Kane a darab bemutatóján így fogalmazott, ha egy darab jó, akkor saját levegőjét lélegzi be, saját élete és saját hangja van. Hogy önök hogyan értik, amit ez a hang mond, az nem az én dolgom. Az, ami. Csinálj vele, amit akarsz. Kedves nézőink, ez volt a Paletta Kulturális Magazin. Legközelebb egy hét múlva jelentkezek majd itt a Fehérvár Televízióban. Kedden este 19 óra 45 perctől számítok majd a figyelmükre. Viszontlátásra, kellemes időtöltést kívánok!